Megnyitotta a kapuit a látogatók előtt az egykori fejedelmi palota Gyulafehérváron. A múzeumként működő épület mától látogatható. Ez az egyetlen múzeum Romániában, amely a független erdélyi fejedelemség 150 éves történetét ismerteti. Az egyetlen olyan romániai múzeum nyitotta meg hétfőn a kapuit a nagy közönség előtt, amely a független erdélyi fejedelemség 150 éves történetét ismerteti. A gyulafehérvári fejedelmi palota műemléképülete évtizedekig a hadsereg tulajdonát képezte, így nem volt látogatható. Most viszont az eredetihez közeli állapotában nézhetik meg az érdeklődők. Kezdetben egy öt teremből álló állandó kiállítást hoztunk létre. Itt megpróbáltuk összefoglalni a különböző rétegeket, amelyek nyomot hagytak ezen az épületen, illetve nyomon követhetjük az épületnek a fejlődés történetét a különböző korszakoktól. A bevezetőben egy rövid filmben maga Jagello Izabella mesél el a történetét, hogyan kerül ide. Igazából az ő jelenlétével kezdődik ennek az épületnek a fejlődése és fejedelmi palotává való átalakítása. A szakértő szerint dolgoznak az épület további részeinek felújításán is, ugyanis a jelenleg látogatható szárny csupán egy része az épületnek. Azt is hozzátette, hogy a továbbiakban több kiállítást is összeállítanának. A jelenlegi kiállítás a fejedelmi palota történetét mutatja be, egyszerre 15 személy nézheti meg, fél óránként tárlatvezetést biztosítanak. A múzeumban magyarul, románul és angolul is tájékozódhatnak a látogatók.